Szevasztok, srácok, ez itt újra az Építs fel, és elérkeztünk ismét egy heti LEGO hírekhez, amelyben szó lesz a vadonatúj Land Rover készletről, ismét van egy új Star Wars-os szettünk, van egy új Super Mario-s készletünk, és hát ismét négy ötlet is elérte a 10 000 szavazatot a LEGO Ideas oldalán. Az elmúlt néhány napon a LEGO igazán sok készletről hullajtotta le a leplet. Először is kezdődött az Indiana Jones-os készletekkel, amiről én készítettem egy külön adást, fönt a sarokban meg tudjátok nézni, hogyha még nem láttátok. Nézzétek meg az új Indiana Jones-os készleteket. Na de folytatván érkezett egy új Star Wars-os bejelentő is. Előzéten már ezt elkezdték, akkor bejelentettek 2 vadonatúj Mandalorian-es szettet, és folytatták a következő készlettel, és ismét a Mandalorian sorozathoz kapcsolódó, most a második részhez kapcsolódó készletet fogunk kapni. Kíváncsi leszek, hogy a jövő héten kapunk még egyet, ami majd a harmadik részhez fog kapcsolódni? Nem tudom. Látjátok a képen, itt van a Poke Droid készlet, 22.290 forintba fog kerülni, ez az 526 darabos szett, viszont sajnos majd csak augusztus 1-én tudjuk ezt a szettet megvásárolni, itt lesz Bo-Katan benne, itt van Grogu, és természetesen Mendót is megkapjuk ebből a készletből, és hogyha láttátok az előző részét, vagyis hát mire ezt az adást látjátok, az egy héttel ezelőtti második részt, akkor szerintem elég ismerős lehet ez a Poke Droid, amit szerintem egészen jól el is kaptak részleteiben, de a legnagyobb változatásra fölhívnám a figyelmeteket. Nézzétek meg, hogy mi van Mendó kezében. Mendó végre megkapta a normális Dark Saber, nem azzal a gagyi fekete fénykarddal kell hülyéskednünk, hanem egy tényleg úgy kinéző LEGO Dark Sabert is kaptunk. 2 évet kellett várni arra, hogy végre a LEGO ébredjen és kicserélje ezt az alkatrészt. Hát szerintem már csak ez miatt a minifigura miatt is és a kiegészítő miatt is egészen sokan be fognak erre ruházni. Következő készletünk a Máriós termékcsaládhoz kapcsolódik, hiszen pénteken előző héten, március 10-én volt a Mário nap, amelynek keretén belül a LEGO bejelentett egy darab készletet, ami ugyanúgy majd csak augusztus 1-én fog megjelenni, úgyhogy annyira még ne legyetek beizgulva rá. A készlet a csata a Dry Bowser kastélyában kiegészítő szett névre hallgat, 42.000 forintba fog kerülni és 1321 darabos ez a szett. Egyébként ez nagyon hasonlít már az egyik megjelent Bowseros készletre, még az első hullámból. Lényegében pontosan ugyanarról is van szó, megkapunk egy ilyen pályák végén szereplő boss harcot, hiszen ugye a Super Mario-s készleteknek az is a lényege, hogy egymás mögé, egymás mellé pakoljátok ezeket a különböző kis kiegészítőket, végig szaladtok vele a kis Mario figurával, és elérkeztek a végére ehhez a boss harchoz, ahol természetesen Bowsernek ezt az újféle verzióját kapjátok meg, és gondolom különböző kis csempék lesznek benne, amikkel egy kicsit másmilyen reakciókat tudunk kicsalni Mario-ból, úgyhogy akik szeretik az ilyen stílusú szetteket, azoknak augusztusig kell várni. Na de arra a készletre, amire mindenki várt, elérkezett végre, itt van a következő Creator Expert-ös per LEGO Icons-os autós készlet bemutató, és ez a szett nem más, mint a 10317-es 2336 darabos klasszikus Land Rover Defender készlet, ami egyébként egy ilyen eléggé érdekes zöld színt kapott meg. Ez a zöld pontosan ugyanaz az árnyalat, mint az írógépnél is volt. Egy első ránézésre nekem annyira nem tetszik, egy kicsivel más árnyalatban én ezt el tudtam volna képzelni, de az alkotók így gondolták, hogy ebben a színben kaptuk meg. Viszont a legfontosabb az, amit elővel már láttok rajta, hogy ez itt nem az alapverzió, hanem az offroados verziót építhetjük össze. Látjátok, egy hatalmas a csörlő van az elején, nagy gajráccsal, a tetején tettők kiegészítő mindenféle extra kis kannával, szerszámos láda, emelő, és még ott a kis pipa is ott van az oldalán, hogyha esetleg nagyon mélyre menne ez az autó. De várjatok, még nincs vége! Ez a készlet ugyanúgy, mint a 911-es Porsche esetében, 2 az 1-ben szett, szóval nem csak az offroad verzióban tudjuk majd összeépíteni, hanem az alap utcai verzióban is össze lehet hozni ezt a készletet, ami egyébként 32 cm hosszú lesz, és 15 cm magas, úgyhogy aki szereti a klasszikus autókat, azok hamarosan kaphatnak egy újat, már nem is kell annyira sokat várnatok, hiszen április 1-ével meg fog jelenni ez a készlet. De hogy mennyibe fog kerülni ez a szett? A készlet 102.000 forint. 102.000 forintért kerül majd április 1-ével a polcokra. Írjátok le a komment szekcióba, hogy nektek hogyan is tetszik ez az új Defender. Az adás felvételének időpontjában összesen 4 darab ötlet ért el a 10 000 szavazatot a LEGO Ideas oldalán. Először is itt van Hachiroku 24 által feltöltött The Iron Giant, hogyha láttátok azt a mesét, ismerős lesz ez a figura is. Ha még nem láttátok, mindenféleképpen nézzétek meg, mert egy eléggé
Hát ilyen szívbemorkolós mese, akik szeretik a drámát és a jó animációt, azoknak mindenféleképpen tudnám ajánlani ezt a mesét, és hát ezt kapnánk meg LEGO formában, ismét egy youtuberről van szó, és az ő alkotása elérte a 10.000-es számot. Következő ötletünk, még egy próbálkozás, a Daddy Twins által feltöltött Naruto Ichiraku Ramen Shop 25. évforduló. Léci LEGO, kapjunk már egy animés készletet, ha nem Dragon Ball, legalább egy Narutós készletet kapjunk már. Animés készleteket, please! Gyönyörű alkotás lenne, természetesen ez már nem az első ötlete, ami elérte ezt a számot, egy nagyon hasonló alkotása már ugyanúgy elérte, akkor a LEGO leszavazta, mert azt hiszem már kétszer is leszavazták ezt az ötletet, és itt vagyunk, vagy másodjára, vagy harmadjára. Léci LEGO, kell animés készlet, pláne egy ilyen egészen menünk kidolgozott Narutós készlet tök jó lenne, aztán a DB3 által feltöltött Robotic Mech Factory ötlete is elérte a 10.000 szavazatot, és végül itt van a Monkey Scout által feltöltött Bluey Again, ismét egy Bluey ötlet, ez is már volt azt hiszem az előző szakaszba, akkor nem szavazta be a LEGO, kíváncsi vagyok rá, hogy most mit fognak dönteni. Ebben a pillanatban, hogyha fölnézünk a LEGO hivatalos oldalára, akkor hát én még azt látom, hogy semmilyen ajándék nincsen, viszont mire ti ezt már látjátok, nagy valószínűséggel már élni fog az új húsvéti akciójuk, mégpedig az Easter Basket nevezetű készlet 4587-es 368 darabjával. Sajnos én még nem látom a magyar határértéket, de elméletileg 16-ától már ez a húsvéti ajándék élni fog, úgyhogy ha szeretitek ilyen húsvéti szettet, akkor mindenféleképpen nézzetek fel a LEGO oldalára. És a LEGO Store Budapest üzleteiben, hogyha vásároltok 15.000 forint felett bármilyen LEGO Friends terméket, akkor egy ajándék noteszt fognak nektek adni. És természetesen a csatornán sem állt meg az élet, hétfőn érkezett egy unboxing adás, amiben két giga nagy dobozt bontottam ki, fönt a sarokban meg tudjátok nézni, ha még ezt nem vetétek észre, és kedden érkezett. Hát lehet, hogy az idei év egyik legjobb készlete, legalábbis számomra az új Gyűrűk Urás készlet, ami akkora nagy, hogy nem is fért ide, úgyhogy a másik felét már ide se bírtam pakolni, igazából ez csak a fele a készletnek. Ha szeretitek a Gyűrűk Urát, hogyha bármilyen közötök is van a Gyűrűk Ura termékcsaládhoz, témakörhöz szeretitek, nézzétek meg a videót, eléggé tanulságos, mindenféle easter egg-gel tele van pakolva ez a készlet, még olyannal is, amit így első ránit is nem láttok, fönt a sarokban ezt a videót is meg tudjátok nézni, és ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett ez a mai adás, a lájkokat ne felejtsétek róla, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor légy szíves, tegyétek meg, mert rengeteget tudtok vele segíteni, mi pedig találkozunk a következő epizódban, ami hamarosan érkezni fog. Szevasztok!